József Város 236. születésnapján nyílt meg az 1,7 milliárd forintból felújított Erkel Színház. Az ünnepi gálaesten köszöntőt mondott Orbán Viktor miniszterelnök is. Winston Churchillnek egyszer azt mondták, hogy a háború megnövekedett költségei miatt megszorításokra van szükség, elsősorban a művészetek és a kultúra területén, mert ahogy akkor is mondták, azoknak nincs stratégiai szerepük. Churchill azt felelte, ha ezt tesszük, akkor voltaképpen mi is az, amiért harcolunk. Manapság is hallani hangokat, amelyek azt állítják, felesleges színházakra, sportra, kultúrára költeni, miközben egész Európa, az valóban így van, súlyos válsággal küzd. Erre mi is csak azt mondhatjuk, akkor voltaképpen mi is az, amiért harcolunk. Miért küzdünk, dolgozunk nap mint nap. November 7-e különleges dátum a magyarok naptárában. 203 éve született Erkel Ferenc a himnusz zeneszerzője, de ez az a nap is, amelyen a megszálló szovjet birodalom ünneplését kényszerítették ránk 40 éven keresztül. Mostantól azonban a zene ünnepe lesz. November 7-e új értelmet nyer a naptárban. Mi magyarok mindig is kultúrnemzetnek tartottuk magunkat. Egy ilyen estén talán nem hangzik szerénytelenül, ha azt mondom, büszkék lehetünk arra, hogy idén tavasszal megnyitott a kapuit a Budapest Music Center. Néhány nappal ezelőtt átadtuk az újjászületett és világszínvonalú zeneakadémiát, a felújítva átadjuk az Erkel Színházat, hamarosan megújul az Operaház és a Várkert bazár. Ezen kívül a szakemberek gőzerővel dolgoznak a Városligeti Múzeumi negyed tervezésén is. Én szeretném hinni, mindez annak a jele, hogy Magyarország már nem csak erősödik, hanem visszanyeri. Lépésről lépésre visszanyeri a nagyságát is. De nekünk, józsefvárosiaknak november 7-e mindig is egy kicsit többet jelentett. Hiszen 1777-ben éppen ezen a napon javasolta Mária Terézia, hogy ezt a városrészt fiáról, Józsefről, Józsefvárosnak nevezzék el. Így a Magyar Opera napja, a megújult Erkel Színház átadásának napja éppen egybeesik Józsefváros 236. születésnapjával. Nem túlzás azt állítanunk, hogy az Erkel újpoli megnyitása a kerület újjáépítésének mérföldköve. Általam városunk mindinkább visszanyeri régi fényét, még inkább azzá válhat, ami volt. A 19. századtól ugyanis Józsefváros adott otthon számos fontos intézménynek, így hamar az egész főváros kulturális és tudományos központjává vált. Az Erkel a szó legnemesebb értelmében a nép színháza lesz. Az Operaház társulata, az Operaház színvonala jön Józsefvárosba az András úti árak ötödéért. Ez lesz az a hely, ahová el lehet jönni egy farmerben és egy tisztainkben is, mert ahogyan a főigazgató fogalmazott, ahogy az egészség alapjog, úgy a lélek egészségét jelentő kulturálódás is az. Az Erkel egy álom volt, ma beteljesült, látom mindenki, aki akar, eljuthat opera vagy balett előadásra Magyarországon. Minden érdeklődő magyar vár egy szék itt, az Erkelben, ahonnan tökéletesen hal, jól lát, és az év 200 estéjén vagy matinéján egyszerre hathat rá a művészet minden ága. És mindezt az ősök példájához méltón az Operaház árainak negyedéért, ötödéért, praktikusan győzi egy áráért. Az Erkel Színház kívülbelül megújult, és ezzel valóban valóra vált egy álom, de ahhoz, hogy ez az álom teljes legyen, még egy picit türelmesnek kell lennünk. Ha megáll majd itt a 4-es metró és özönlenek farmerban a zenerajongók, akkor lesz ez az álom teljes és egész. Budapest vezetése pedig azon töri a fejét, hogy a jövőre átadandó és elinduló 4-es metró 2. János Pál pápa téri állomásán feltüntesse a feliratokon, legalább zárójelben, az Erkel nevet is. Legyen ennek nyoma mindazoknak, akik itt és erre elközlekednek.